Családon belüli erőszak. A bántalmazott nők és gyermekeik akár másfél évig is maradhatnak a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi anyagyermek segítő otthonában. Ma van a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Véradónapi ünnepség. Közel 20 ezer véradás, évente 60 ezer életet ment meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ivóvízminőség javító program. 8 beregi településen az ivóvíz vas, mangán és arzén tartalma mostanra az európai szabványnak megfelelő lett. Évente 40-50 családot látnak el a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi anyagyermek segítő otthonában. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A bántalmazott nők és gyermekeik akár másfél évig is maradhatnak az intézményben, de a tapasztalatok szerint átlagosan kevesebb, mint 5 hónap alatt rendezik az életüket, így elhagyják az otthont. A nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából ma önkéntes pszichológus és gyermekorvos asszisztens beszélgetett a bántalmazott anyákkal, a gyerekekhez pedig Bohóc érkezett. Önkéntes segítők foglalkoznak a gyerekekkel a nyíregyházi anyagyermek segítő otthonban. Együtt rajzolnak, míg a szülők különböző előadásokat hallgatnak, ezúttal például a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából végzős védőnő hallgatók beszélgettek velük. A nyíregyházi otthonban most is teltház van, a várólista pedig igen nagy. A gyermekvédelmi törvény szabályozza a bentlakás időtartalmát, alapból 1 évre kötünk velük szerződést, ami fél évre meghosszabbítható, és ez tovább hosszabbítható esetleg a tanév végéig, hogyha a család semmiféle más kiútat nem talál innen. Az átlag bentartózkodási időnk az 4,6 hónap, természetesen ebben benne vannak azok is, akik kitöltik az időt, meg benne vannak azok is, akik mondjuk 1 hét alatt nagyon gyorsan megtalálják a lehetőségeiket. Az intézményvezető hozzátette, az otthonban teljes körű családgondozást kapnak az érintettek. Foglalkoztatunk jogász pszichológust, aki a mentális problémákat, a jogi helyzetüket próbálja tisztázni. Ezen kívül foglalkozik a gyerekekkel fejlesztő pedagógus kollega, aki a lemaradásokat, a bántalmazás miatti traumafeldolgozásokat segíti különböző eszközökkel és módszerekkel. A legtöbben érzelmi erőszak áldozataiként kerülnek be az otthonba, de 30-35%-uk fizikai bántalmazást is megélt, 1-2%-uk pedig bizonyítottan szexuális erőszak áldozatai. A férjem alkoholista lett olyan szinten, hogy a bántalmazásig elfajultak a dolgok. Félő volt, hogy a gyermeket is esetleg bántalmazza, annyira elborul az agy az alkoholtól. A legtöbb anya nem is önmaga, hanem gyermeke védelme miatt vállalja fel azt, hogy titokban vagy nyíltan, de elhagyja bántalmazó társát vagy családtagját. Egy kiskorú, 6 éves kislánnyal kerültem ide. Én el szeretném mondani, hogy én örülök, hogy ilyen lehetőségek vannak, ilyen otthonok vannak, akik segítenek nekünk, anyáknak. Azokon a bántalmazott nőkön is tudnak segíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, akiknek azonnali segítségre lenne szükségük. A krízisszolgáltatás keretében akár éjszaka is tudnak elhelyezést, szállást biztosítani az intézményben. Közel 20 ezer véradás, évente 60 ezer életet ment meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a véradónapi ünnepségen, amelynek a megyeháza díszterme adott otthont. A rendezvényen elismerésben részesítették azokat, akik több mint 50 alkalommal járultak hozzá rászoruló embertársaik gyógyulásához. Magyarországon éves szinten 500 ezer egység, azaz 225 ezer liter vérre van szüksége az életmentéshez, a gyógyításhoz. A világ 62 országában, köztük nálunk is önkéntes a véradás. Hazánkban 1988 óta ünneplik a véradók napját. Az idei megyei rendezvénynek a hagyományokhoz híven a megyeháza díszterme adott otthont. Ez a legkisebb, legkevesebb, amit megtehetünk azért, hogy magát ezt a véradó mozgalmat támogassuk, illetve elismerjük erkölcsileg is azokat az embereket, akik azt hiszem, hogy azt a szolgálatot végzik évek, évtizedek óta, hiszen hogyha visszaszámolunk valaki mondjuk már 100-szoros véradó, hogyha azt megszámoljuk, hogy még évente 5-ször lehet elmenni mondjuk vért adni, akkor egész komoly számok jönnek, hogy hány éve végzi már ezt a szolgálatot. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen el kell ismernünk. A megyében évente mintegy 900 véradást szerveznek, mivel legalább 30 000 egység vérre van szüksége a kórházaknak.
Ebből a Vörös Kereszt minden évben 27-28 ezer egységet biztosít a kiegyensúlyozott működéshez tervek alapján. Ez azt jelenti, hogy naponta 100 egységvért tudunk biztosítani a gyógyításhoz. Az ünnepségen elhangzott, az önzetlen segítségért minden elismerést megérdemelnek a véradók, hiszen nélkülük a kórházak nem tudnák feladatukat megfelelően ellátni. Amikor nagy baj van, akkor azért össze lehet, hát úgy szoktuk mondani, dobolni azokat a véradókat, akiknek mondjuk speciális vércsoportjuk van, és arra van szükség. És hát szoktuk a műtétek kapcsán a hozzátartozókat is kérni, hogy a saját, ha nem is a saját hozzátartozóik fogják felhasználni a vért, azonban azt valakinek majd oda tudjuk adni, tehát segítsék ilyen módon az embertársaikat ebbe. Ez általában értőfülekre szokott találni. A véradók között akadnak olyanok, akik a kezdetekkor nem gondolták, hogy több mint százszor adnak majd vért. Katonakoromban a két nap szabi érkeztük, mint minden férfi ember, és végül is az motiváltatta, aztán jó társaságba keveredtem, nagyon aranyos emberek közé, embereket ismertem meg, barátokat, és akkor nem fejeztem be ezt, és mindig célokat jelöltem, tűztem ki magam elé, és azokat elértem. Tehát most 129-nél tartok. Hát legalább egy 140-ig el szeretnék érni, ha egészségem engedi, és segíteni szeretnék az embereket. A rendezvényen okleveleket és kitüntetéseket adtak át azoknak, akik már 50-nél több alkalommal adtak vért. Javult az ivóvíz minősége a Beregi térségben. 8 településen az ivóvíz vas, mangán és arzén tartalma a Beregi ivóvíz minőségjavító projektnek köszönhetően mostanra az európai szabványnak megfelelő lett. A 462 millió forint uniós támogatású programban korszerűsítették a vízműtelepeket, technológiai és gépészeti beruházásokat végeztek. A tiszta, jó minőségű és egészséges ivóvíz nélkülözhetetlen a mindennapi élethez. Ismert, hogy az ivóvíz minőségére vonatkozó szabályoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több település nem felelt meg korábban. A Beregi térségben voltak olyan falvak, ahol a megengedettnél magasabb volt a víz arzéntartalma, néhol a vas és az ammónium szemmel láthatóan elszínezte az ivóvizet. A lakosság számára éppen ezért volt fontos ez a fejlesztés, hangzott el a Beregi ivóvíz minőségjavító projekt záró rendezvényén. Nagyon örülünk annak, hogy Európai Uniós támogatásból egy közel 500 milliós fejlesztéssel az érintett településeken egy korszerű és iható ivóvíz fogyasztás lehetősége jön létre. Ez tűnhet úgy, hogy hát ez azért hol nincs már, hiszen már mindenütt lehet normális ivóvizet inni, de azért itt a Beregben, mondjuk pontosan Tiszavid településen tényleg komoly gondot okozott, és hogy az egészséges ivóvízért, az ivóvíz ellátásért mindig a polgármester a felelős, tehát nagyon sok polgármester kolléga is kifejezetten örül annak, hogy egy újabb szolgáltatást tudtak megvalósítani a lakosság számára. A projektben megvalósult műszaki megoldások jó minőségű és mennyiségű vizet biztosítanak a lakosság számára, a vízi közműveket pedig most már gazdaságosan tudják üzemeltetni. Minden olyan elem, ami cserére szorult, a legkorszerűbb technológiákkal valósult meg. Ez kezdődik onnan, hogy távvezérlő rendszerek alakultak ki, digitális vezérlőtáblák a régi elavultak helyett, olyan szivattyúk és olyan gépi berendezések kerültek beépítésre, aminek az energiafogyasztása nagyon kicsi. A távvezeték cseréje kapcsán olyan csövek kerültek lefektetésre, amelynek gyakorlatilag az élettartama korlátlan, tehát csökkenni fog a veszteség, hálózati veszteség, az energiaköltség jóval kisebb lesz, és ez mind-mind az üzemeltetési költséget fogja csökkenteni, és ezáltal ugye gazdaságosabb lesz majd a víz. Dombrád, Tiszaadony, Tiszavíd, Vásárosnamény, Gergelyugornya, Jánd, Nyírmada, Pusztadobos és Perényi Tanya vett részt a programban. A vízellátási körzet biztonságos ivóvízellátása érdekében új vízműkutak létesültek, a víztornyokat is felújították. Olyan járulékos fejlesztéseket is meg tudtak valósítani a társulások, amelyek valóban gazdaságosabb üzemeltetést, korszerűbb üzemi körülményeket tudnak biztosítani az ivóvízellátáshoz, és ez a lakosság számára mindenféleképpen egy megnyugtató és biztonságot nyújtó tény, az érintett önkormányzatok számára, akiknek pedig a törvény teszi kötelező feladatává az ivóvíz
minőség, a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátást, számukra pedig egy olyan segítség volt, ez az Európai Uniós támogatás, amelyet valószínűleg saját erőből nem tudtak volna elvégezni. A projektzáron elhangzott az is, hogy az elmúlt uniós büdzséből a Beregi térség komoly pályázati összegeket tudott lehívni, amelyek jelentős nagyságú közműfejlesztéseket tettek lehetővé. Mintegy 130 millió forintból hajtott végre energetikai beruházásokat a nyírpazonyi önkormányzat. A korszerűsítési munkákról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Bajcsi Zsilinszky Endrére emlékeznek a hétvégén Tarpán. A politikus újságíró a térség országgyűlési képviselőjeként is ezer szállal kötődött a Bereghez, kivégzése után a településen temették el. Szezonbeli első idegenbeli győzelmét aratta a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 9. fordulójában Jászberényben nyert 95-87-re. Mintegy 130 millió forintból hajtott végre energetikai beruházásokat a nyírpazonyi önkormányzat. Három épület, az óvoda, az iskola és a polgármesteri hivatal kapott külső szigetelést és új nyílászárókat. A felújításoknak köszönhetően több millió forint megtakarításra számítanak a fűtésköltségekben. Nyírpazony október közepén nyert energetikai beruházásokra Európai Uniós forrást. A 100%-os támogatással önerő nélkül megvalósult konstrukcióban három önkormányzati épületet korszerűsítettek. A projekteket november végére teljes egészében befejezik, mondta el televíziónknak Dubai László polgármester. Egy keopos konstrukció keretében pályáztunk épületenergetikai felújításra. Október közepén írtuk alá a támogatási szerződést, gyakorlatilag maga a pályázat három intézményünket érintette az iskolát, az óvodát, illetve a polgármesteri hivatalt. Maga a pályázati konstrukció az két dolgot tett lehetővé, egyrészt az épületeknek a külső hőszigetelését, homlokzati hőszigetelését, illetve födémszigetelését, másik részben pedig nyílászáró cserét. Gyakorlatilag ezek a cserék és ezek a felújítások valósultak meg az intézményeken. A pályázat keretében az intézményekben a legmodernebb két légterű nyílászárókat szereltek, és 16 cm homlokzati, valamint 20 cm födémszigetelést építettek be. A felújítások közben az iskola lapos tetőjének vízszigetelése jelentette az egyedüli költséget a település számára. Dubai László elmondta, a most megvalósított energetikai beruházásokat a tervek szerint a jövőben továbbfejlesztik majd. Abban az irányban szeretnénk elmenni, hogy ezt az energetikai fejlesztést legyen egy komplex az intézményekben. Ez azt jelenti, hogy ha a külső homokzat, illetve a földém szigetelése rendben van, akkor keressük azokat a pályázati konstrukciókat, amiben a belső épület gépészeti dolgokat is fel tudnánk újítani, akár kazán, akár pedig fűtésrendszer tekintetében. Természetesen ennek a lehetőségnek is örülünk, és itt is ebben a pályázatban azért komoly megtakarításokat várunk a fűtésszámla tekintetében. Nyírpazony önkormányzati épületeinek fűtésköltsége évente 10 milliós nagyságrendű. Várhatóan ez az összeg az energetikai beruházásoknak köszönhetően legalább 10%-kal alacsonyabb lesz, tette hozzá a polgármester. Bajcsi Zsilinszky Endrére emlékeznek a hétvégén Tarpán. A politikus újságíró a térség országgyűlési képviselőjeként is ezer szállal kötődött a Bereghez, kivégzése után a településen temették el. A megyei Bajcsi Zsilinszky Emlékbizottság a település önkormányzatával és a Józsa András Múzeummal közösen most szeretné méltóképpen felidézni és hitelt érdemlően bemutatni alakját. Koszorúzással, helyi emlékekkel és archív filmvetítéssel is készülnek a hétvégén Tarpán, hogy megemlékezzenek Bajcsi Zsilinszky Endréről, hangzott el az ünnepséget beharangozó sajtótájékoztatón. A politikus életútja megosztó, sokáig volt hazánkban az antifasiszta mozgalom emblematikus személye. A megyében alakult emlékbizottság célja, hogy a megfelelő helyére tegye a történelemben alakját. Eltelt a halála óta már jó néhány esztendő, már több mint 70, tehát már van rálátásunk a dolgokra. És a múzeumban vannak olyan kollégák, akik erre a munkára képesek lesznek. Tehát akkor a másik dolog, egy szép kiállítás mellett, egy méltó, egy tisztességes, történetileg hű bajcsi életmű megírása, és akkor maga Tarpa népe, maga a Csonkabereg is tud mutatni olyat, hogy miért ünnepli, miért fontos számára a temetőben
nyugvó személy életútja és az róla szól megemlékezés. A beregi településen szeretnék méltóképpen felidézni és az utókornak megőrizni Bajcsi Zsilinszky Endre emlékét. Aki azt kéri a kivégzése előtt, hogy Tarpán legyen eltemetve és tarpai országgyűlési képviselőként nyugszik a tarpai temetőben, ahhoz kellőképpen kell hozzáállni a településnek, a település minden lakójának, és a legfontosabb, hogy az utókornak át tudjuk adni azt az ő igazi munkásságát, szimbólumát, mert ha csak az az egy mondat megmarad Bajcsi Zsilinszkytől, hogy legyen a magyar gerinces, és ezt kivesézzük, kielemezzük az utókor számára, én úgy gondolom ez a mai korban és az utókornak is egy óriási mondata lesz. Az idei ünnepség folytatásaként jövőre Bajcsi Zsilinszky Endre születésének 130. évfordulóján az országos megemlékezést is Tarpán tartják. Részese vagyunk és leszünk az országos Bajcsi Zsilinszky emlékápoló folyamatnak. Ebből adódóan kapcsolódtunk is az Országos Emlékbizottsághoz, tagja is vagyunk, és közös döntés volt az, hogy Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe, különösen Tarpán, a 130 éves jubileumi évfordulót méltóképpen ünnepeljük meg. A hétvégi rendezvény szombaton 10 órakor kezdődik a Tarpai Művelődési Házban. Mától Nyíregyházán is elérhető a világ vezető nyelvvizsgája, a TOEIC. Az angol mellett német és francia nyelvből szerezhetnek bizonyítványt a vizsgázók, amit 4 különböző szintre lehet honosítatni. Az oklevél így a diploma megszerzéséhez is alkalmas. A TOEIC az a világvezető nemzetközi angol nyelvvizsga. Abban különbözik az idáig általánosan ismert magyarországi nyelvvizsgáktól, hogy ezt, ennek a bizonyítványát a világ 150 országában elfogadják, és több mint 12 000 cég és intézmény használja. A nemzetközi elfogadottság mellett a TOEIC angol nyelvvizsga bizonyítványát Magyarországon is lehet honosítatni, tehát különbözeti vizsga nélkül Magyarországon 4 szintre állami elfogadottságot lehet vele kérni. Szezonbeli első idegenbeli győzelmét aratta a Marsó-Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese a férfi kosárlabda bajnokság 9. fordulójában Jászberényben nyert 95-87-re. A nyíregyháziak 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 11. helyet foglalják el a 14 csapatot számláló mezőnyben. A jászberényi meccset megelőzően januárban nyert legutóbb idegenben bajnokit a nyíregyházi csapat, így már esedékes volt egy bravúr Sitko Ernő együttesétől. A vendégek ennek szellemében kezdték a találkozót, az első negyedet 8, a másodikat 9 ponttal nyerte a 2 amerikai légiós, Anru és Miller által vezérelt Nyíregyháza. A harmadik 10 percben jött a már szinte menetrendszerű visszaesés, olyannyira, hogy a hazaiak a vezetést is átvették. A záró negyedben azonban újítani tudta Krisztanovicsék, akik végül 8 pontos győzelemmel zárták le az elmúlt fordulók negatív sorozatát. Felkészültünk erre a jászberényi mérkőzésre, és sokat kapartunk azért, hogy ez a győzelem meglegyen. Nem volt könnyű. Ha valaki esetleg követte a mérkőzést, az is nagyon nehezen tudta követni, hiszen az első fél időben minden működött rendesen. Nagyon nagy előnyt sikerült szereznünk, hiszen néha 20 pont körüli előnyünk volt. Majd a második fél időre, ahogy a mi játékunk, úgy a helyi információs rendszer is összezuhant, és a harmadik negyedben volt egy kis hullámvölgyünk, de szerencsére sikerült ebből felállnunk. A szakmai igazgató reményei szerint a jászberényi sikernek a győzelemért járó pontokon túl is lesz hozadéka. Azon túl, hogy természetesen a tabella egy picit másképp néz ki azzal, hogy nyertünk idegenben, nagyon bízom benne, hogy erőt is ad a srácoknak, és végre elhiszik, hogy nem csak jól tudunk játszani bizonyos mérkőzések bizonyos szakaszaiban, hanem mérkőzéseket is meg tudunk nyerni, és kellene nekünk még néhány olyan győzelem, ami úgymond bravúrnak nevezhető, hiszen idegenben mindenhol nagyon nehéz nyerni, de kellene még néhány olyan győzelem, mint ez a szombati volt ahhoz, hogy igazából helyreálljon a csapatnak az önbizalma, és el tudjuk érni azt a tervet, amit kitűztünk magunk elé a bajnokság előtt, ami nagyon magas terv, nagyon nehéz teljesíteni, de azért még mindig nem lehetetlen. A tabella élén 7 győzelemmel és 2 vereséggel a Szombathely áll, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező atomerőmű esélyt és Szolnokot. A Marsó-Nyíregyháza 3 győzelemmel és 6 vereséggel a 11. helyen várja a folytatást. A hétvégén az országgála miatt nem rendeznek fordulót az élvonalban. A szombati budapesti rendezvényen a kelet válogatottjában Zorán Krisztanovics, a B33 válogatottban pedig Bus Iván képviseli majd a nyíregyházi színeket. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban.
Évente 40-50 családot látnak el a Magyar Vöröskereszt nyíregyházi anyagyermek segítő otthonában. A bántalmazott nők és gyermekeik akár másfél évig is maradhatnak az intézményben, de a tapasztalatok szerint átlagosan kevesebb, mint 5 hónap alatt rendezik az életüket, így elhagyják az otthont. Közel 20 ezer véradás, évente 60 ezer életet ment meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hangzott el a véradónapi ünnepségen, amelynek a megyeháza díszterme adott otthont. A rendezvényen elismerésben részesítették azokat, akik több mint 50 alkalommal járultak hozzá rászoruló embertársaik gyógyulásához. Javult az ivóvíz minősége a Beregi térségben. 8 településen az ivóvíz vas, mangán és arzén tartalma a Beregi ivóvíz minőségjavító projektnek köszönhetően mostanra az európai szabványnak megfelelő lett. A 462 millió forint uniós támogatású programban korszerűsítették a vízműtelepeket, technológiai és gépészeti beruházásokat végeztek. A Kölcsei Televízió iradóját látták szerdán. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megtekinthetik weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap már borongós időre számíthatunk, kisebb csapadékkal. Délfelől egy mediterrán ciklon szállít fölénk nedves levegőt. Éjjel eleinte gyengén felhős idő várható, majd beborul az ég. Párássá válik a levegő, zúzmarás köd is képződhet, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában -4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben borult lesz az ég, főleg a délutáni esti órákban kisebb eső, havas eső, sőt hó is valószínű. Az északi szél megélénkül, helyenként megerősödik, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, meleg fronti hatás van térségünkben. A következő napokban is folytatódik az ilyenkor szokásosnál pár fokkal hidegebb, télies idő. Enyhülésre csak a jövő hét elején számíthatunk. A jövő hét elejéig többnyire sok lesz felettünk a felhő, de időnként vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőtakaró, így több-kevesebb napsütés is valószínű. Több alkalommal várható kisebb csapadék, esőre, havas esőre, hóra egyaránt számíthatunk, de megmaradó hó a sík vidékeken nem valószínű. A jövő hét közepétől több napsütésre számíthatunk, csapadék már nem valószínű, és enyhébbre fordul az idő. Az egyik legismertebb népi időjárási regula szerint, ha Katalin kopog, akkor karácsony locsog, viszont ha Katalin locsog, akkor karácsony kopog. Ez a megfigyelés 60-70%-ban válik be a sok évi megfigyelések szerint.